az EW7WN361S típusjelzésű Electrolux mosószárítógép, egy 60x60 centis alapterületű készülék, amelynek a mélység mérete, ha a kilógó ajtófogantyút is belevesszük, akkor 66 cm és 85 cm a készüléknek a magassága. Ez a modell 10 kg mosási, 6 kg szárítási kapacitással rendelkezik. Mosásnál A energiaosztályba sorolt modell, szárításnál E kategóriába sorolt készülék, amely azt jelenti, hogy 100 ciklus alatt, ha mosunk, akkor 51 kWh az összfogyasztása, ha szárítunk, akkor pedig 376 kWh. Mosásonként 47 liter, szárításonként pedig 70 literes a vízfelhasználása, és a névleges zajszintje az 76 decibel a készüléknek. Ha megnézzük a kezelőfelületét, van egy főkapcsoló, ezzel tudjuk áram alá helyezni, és akkor már a programkínálat a forgókapcsoló segítségével elérhetővé válik. A programok között megtalálható a 40-60 fokos energiatakarékos program, emellett van benne pamut program, szintetikus program, illetve egy kímélő program. Van külön gyapjú vagy kézimosás helyettesítő program a készülékbe, van benne egy csak gőz segítségével történő frissítés, lehet vele csak centrizni, illetve ugye a vizet leszivattyúzni, van benne áztató program, egy mosógép tisztító program, egy antiallergén program, sportruházathoz külön program, kültéri sportruházathoz szintén, aztán van farmer program benne, és van a One Go, ami 1 óra alatt 1 kg ruhát mosással, szárítással együtt elejétől a végéig befejez. Bármely programot, ha kiválasztjuk, a kijelzőn fogjuk látni a programhoz tartozó optimális beállítási értékeket, mind a hőfokot, mind a centrifuga fordulatszámot, mutatja, hogy az adott programnál, adott ruhatípusnál mennyi a maximális töltetkapacitás, illetve látjuk azt, hogy mennyi idő alatt fog véget érni ez a mosás. A hőfok is, illetve a centrifuga fordulat száma is a kijelzőn látható érték melletti érintőpanel segítségével tetszés szerint módosítható. A centrifuga is 200-asával 1006-ról egészen 400-ig csökkenthető, vagy kiiktatható, és a gyöblítőstop funkcióval is tudjuk használni adott esetben. A programfutási időnek a rövidítésére is van lehetőség. Gyakorlatilag 5 lépcsőbe tudjuk ezt módosítani, ha kevésbé szennyezett ruhát mosunk, akkor a legrövidebb idő jelen esetben egy pamut programnál az 56 perc alatt is végbe mehet. Az alapprogramot ki tudjuk egészíteni előmosással, van benne egy foltisztító opció, itt az előmosásnak és a főmosásnak az időtartamát fogja megnyújtani a készülék. A következő érintő panellel tudtuk ugye rövidebbre venni a mosási időt, illetve ugyanezen érintő panelek 3 másodpercig való nyomvatartásával még ki tudjuk választani a plusz öblítést. Ha valakinek érzékeny a bőre, akkor ugye még egy öblítési ciklus hozzárendelése mellett jobban kiszedi a tisztítószert a ruhából. A SoftPlus opció segítségével az öblítőszert egyenletesebben fogja bejuttatni a dobba, tehát jobban eloszlik az öblítő a ruhák között, így az illatanyag azáltal, hogy jobban eloszlik, illatosabb marad a ruha, illetve van rajta gyerekzár, ez a kezelőfelületre vonatkozik, illetve az utolsó opció az meg már a szárításnál egy gyűrődésmentesítő fázis. Attól függően, hogy mosni, szárítani, vagy mosni és szárítani szeretnénk, a módérintő panelek segítségével tudjuk kiválasztani. A baloldalsóval, ha fölötte világít a pici kis lámpa, akkor csak mosunk, ha megnyomjuk a másik szárító funkciót, akkor mosunk és szárítunk, vagy pedig ha csak a szárító funkció fölötti lámpa világít, akkor ténylegesen csak a szárító programot tudjuk elindítani, ugyanazzal a programkínálattal, mint az előbb említett mosóprogramok is. Ha a szárító funkciókat nézzük, be tudjuk állítani, hogy milyen végeredményt szeretnénk. Van ugye az extra száraz, a vasalás száraz, illetve a szekrény száraz opció. Ugye a vasalás száraz opciónál olyan minimális nyírkosság marad a ruhába, mint amennyire vasalás előtt beszoktuk nedvesíteni. A szekrény száraz verziónál ott teljesen megszárítja a ruhát, és a program végére szépen hagyja is kihűlni, tehát kvázi kivesszük, és egy pár perc után már a szekrénybe behajtogatva el tudjuk tenni. Az extra száraznál pedig melegen tartja a ruhát, ez télen nagyon hasznos, amikor mondjuk az adott ruhatípusba, vagy a ruhába szeretnénk elmenni otthonról, melegen vesszük fel a pulóvert. Lehet késleltetni itt is az indítást, gyakorlatilag tetszőlegesen 19 órával el tudjuk tolni, mind a mosásnál is, mind a szárításnál is, illetve van idővezérelt szárítás is, itt 5 perces ugrással egészen 5 órával előre el tudjuk, vagy meg tudjuk határozni, mennyi idő alatt szeretnénk, hogy befejezze a készülék a szárítást. Arra kell figyelni, hogy nagyon rövid időtartamra kényes textíliát ne tegyünk be, mert hogy ugye rövid idő alatt ugyanazt a végeredményt úgy tudja produkálni a készülék, hogy magasabb hőmérsékletű levegővel szárít, azon viszont a kényes textília összemegy, tehát ez az egy, amire azért érdemes odafigyelni mindenképpen. A gyűrödésmentesítő fázisnak az a lényege, hogyha hozzárendeljük a szárító programhoz, akkor ha befejezte a készülék a szárítást, és nem tudunk azonnal kipakolni, mert nem vagyunk ott, nem halljuk, amikor jelez a készülék, akkor ő még gyakorlatilag forgatja a dobot jobbra-balra nagyjából 10 másodpercenként, tehát folyamatosan lazán tartja benne a ruhát, hogy a későbbi kipakolásig se álljon ott mozdulatlanul, és nyomják egymást a ruhadarabok, hogy ne legyenek rajta gyűrődések, illetve ráncok. A készülék az Woolmark Blue besorolást kapott, ez azt jelenti, hogy nem csak energiahatékonyan, de kíméletesen is fogja mosni, illetve szárítani a készülék a ruhát. Egy nagyméretű betöltőnyílása van, mögötte egyfajta dob kialakítással, amelynek a lényege egy szövetkímélő funkció. Azáltal, hogy kisebbek a dob falán található lyukaknak az átmérői, nem tud a ruha kitüremkedni azon, tehát nem fog megnyúlni, nem fogja roncsolni a textíliát. A készülék invertermotoros, magára az invertermotorra a gyártó 10 év garanciát ad, csak regisztrálnunk kell a vásárlást az electrolux.hu internetes oldalon. A mosógép aljában található a szűrő, ez gyakorlatilag lehajtjuk ezt a kis fedelet, és amint kitekerjük a szűrőt, az aljában lévő víz ezen keresztül egy aláhelyezett tálba ki tud folyni, ez körülbelül ilyen 1,5–2 deci víz, és akkor már hozzáférünk a szűrőhöz, abba gyűlnek össze a ruhából kinyert szöszök, illetve ha bármi esetleg beesik a dob és az üst közé, itt a betöltőnyílás mellett, akkor az szintén onnan lehet újra elővarázsolni majd. A mosószárítógépnek a mosószeradagoló tartálya ugye a szokásos balfőső sarokba kapott helyet, 3 rekesszel, külön az előmosáshoz, külön a főmosáshoz, illetve a harmadik pedig az öblítőszer tartályrész. Ez egyébként kivehető, szétszedhető, tehát nagyon könnyen, egyszerűen fogjuk tudni takarítani, hogyha éppen szükségessé vált, és a mosószeradagoló tartálynak köszönhetően tudja kezelni a készülék mind a folyékony, mind pedig a poralapú tisztítószert. Ha folyékony mosószert használunk, akkor ezt a lamellát ebbe a lenti állásba kell billenteni, ha pedig port, akkor visszabillentjük ugye fekvő, tehát vízszintes állásba. Electrolux elöltöltős mosó és szárítógép, 10 kg mosási, 6 kg szárítási kapacitással, 1600-as maximális centrifuga fordulatszámmal, érintőpaneles vezérléssel, késleltetett indítási lehetőséggel.